Az egyház a Szabadkai Püspökség Caritas szervezetén keresztül Szabadkán is Kanizsán folyamatosan támogatja a migránsokat élelemmel és ruhákkal. Problémát okoz azonban, hogy a határátkelőkön a Vöröskereszt és az ENSZ menekültügyi főbiztossága nem engedi, hogy közvetlen kapcsolatban legyenek a menekültekkel. Sada se situácia skoro, to znate, iz dana u dan mienja. I drago nam je da su naši donatori svjesni toga, da je teško potpuno precizne projekte napraviti i daju nama i malo veću slobodu da možemo pomoći. Az egyházi vezetők Tomislav Nikolić szerb államfő vatikáni látogatása kapcsán kiemelték, ezzel javult a Szentszék és Szerbia közötti kapcsolat. Felmerült az egyházaktól elvett anyakönyvek visszaszolgáltatása, és megvitatták az egyházi vagyon visszaszármaztatásával kapcsolatos kérdéseket is. Az államosított egyházi javak visszaszármaztatása, amely szerintem most még rosszabb, mint pár éve ezelőtt volt, szinte érezhetően látszik, hogy nem csak politikai akarat hiányzik, hanem vannak olyan lépések is, amelyek kimondottan arra céloznak, hogy ne sikerüljön bizonyos dolgok elintézése. A katolikus hittan iskolai oktatásának nehézségeivel kapcsolatban kifejtették, gondot okoz, hogy összevonják az osztályokat, és a hittan, mint tantár nem élvez megbecsülést az iskolákban. Az egyházi vezetők elégedetlenségüknek adtak hangot, hogy az új kommunális tevékenységekről szóló törvény értelmében az egyházak nem rendelkezhetnek saját tulajdonukban lévő temetőkkel. A sajtótájékoztatón szó volt a Mária Rádióról is, mellyel kapcsolatban az illetékesek kifejezték reményüket, hogy a jövőben regionális és országos hullámhozt kap majd.